Most és mindenkor és örökkörökké, amen.
Nappal nem égett
téged a nap, sem éjjel volt, az Úr megőriz téged minden rossztól, az Úr megőrzi lelkedet, megőriz az Úr jártadban, kertedben, mostantól mindörökké. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkönyörök pillanatban. Alleluja, 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 dicsőség néked Isten. Ismét és ismét végességben könyörögünk az Úrról. Thank you.
Szűz Máriát, minden szentekre egyetemítvény, őt magunkat egymást, egész életünkkel, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Királyunkat, az Isten szülő és minden korszőz Máriát, minden szentekkel
de nálad vagyom a kegyetem. Összínekben, őszemekben, helyekénk adtad nekünk, egy szeretnek vártunk, melynek őszi a korány óta, melynek mindig tartalmazodik a szívőnek házada Krisztus. Most ezt sokkal köszönjük, neked pedig szeretettel mondjuk, méltass majd minket is, szentjeid osztály részére. És a te törvényed és nem élek benned, Uram, remél az én lelkem az égényét, az én lelkem az Úrban bízik. Jöjjetek, tisztítsuk meg könnyekkel, és jöjjetek szemleinkben nekünk nézni szemleid, így mondjuk be a kereszt a helyet, mely a mértéktelenséggel megfékezi a az erények minden fajtájában.
A szorgalmasnak beteljesül a vágya, a
igaz gyűlöli a hazug beszédet, a gonosz viszályt és gyalázatot terjeszt. Az igazság megőrzi az úton a tisztességet, de a bűn a bűnös bukását okozza. Valaki által nagyobb múlva semmije sincs, más a szerint adja pár nagyobb vagyona. Az ember életért váltságdíja vagyon, ám a szegény nem hall fenyegetés. Az igazak fénye lobogva világít, a gonoszok lámpása meszti a szét. Yeah.
pipátai templomban, akkor is zavartan szóltam, hogy hogy is lehetne mindezt szavakba önteni. Tudja-e vajon az értelem megragadni, értelmezni, hogy mi is történik itt? És most sem találom a szavakat, most is zavarban van a beszélő, a gondolkodó, mert azt mondhatjuk, annyit kimondhatunk, hogy fölfoghatatlan az a titok, amelynek részesei vagyunk. Itt most Kisvárdán különösen is érzékelhető ez, hiszen kettős titok szorításában vagyunk. Én magam is itt, a Szoleán, a hegyi beszéd színhelyén, a két nagy jel között állok. Keresztforduló vasárnapon elhelyeztük a templom közepén a keresztet, mint hogy elérkeztünk a nagybőjt közepére. A kitett kereszt jelzi a nagybőjt közepét, és ezen a napon Mária Kócsról elérkezett egy ikon, az Isten szülő ikonja, amely szintén hordozza ugyanazt a kettősséget, amely zavarba ejt bennünket, amikor a keresztet tekintünk. Hiszen a keresztet megcsókoljuk, a csókkal mindig azt illetjük, akit annyira szeretünk. S vajon valóban szeretjük-e a keresztet? Hát persze, nem is a keresztet, hanem a rajta megfeszített, önmagát megfeszítő Krisztus csókoljuk, és őt szeretjük mondhatatlanul, de hát felejtjük mégis a fájdalmas keresztet is csókoljuk. Ugyanez a zavar, egy zavarba ejtő jelenség, amikor Máriára tekintünk, az ő édes, szerető arcába nézünk, és azt látjuk, hogy könyvpereg az arcán, sír Mária. Mondhatjuk azt, hogy örömében sír, de hát sokat szenvedett népét talán inkább azzal vigasztalja meg, hogy együtt sír velünk fájdalmaink, vagy még inkább a bűneink miatt. Furcsa kettősség, vagy inkább nehezen értelmezhető összetettség van itt jelen, amelyet az emberi értelem már követni sem tud. Hogy vajon most örülnünk kell, vagy sírnunk. Bánat tölt el bennünket, hiszen a nagybőjtben tartózkodunk minden nincsától, minden nevetkéléstől, minden öröktől. És mégis, amikor itt vagyunk ebben a templomban, amikor keresztfordulást végzünk, amikor a bűnbánati nagy szertartás, az előszenteltek liturgiáját végezzük, akkor egyszerűen egy melankolikus bánat valamok közepette eltölt bennünket az örök. Máriára tekintve is, bár tudjuk, hogy sír értünk velünk, de rátekintve, hozzá közeledve, ikonját csókolva, mondhatatlan öröm tölti el a szívünket. Igen, együtt van ebben az életben a bánat és az örök. Együtt van a szenvedés és a boldogság. Nem is lehet őket elválasztani. Lehet, hogy néha azt várjuk az Úristentől, hogy válassza el. Az egyiket vegye el, a másikat adja meg nekünk. Ami emberi értelmi, ami rövidlátó gondolkodásunk megkülönbözteti ezt a kettőt, és az egyiktől menekülnék, a másiktól vonzódik. De azt látjuk, hogy miként a kereszt megcsókolásakor is, hogyha a boldogság felé vágyunk, akkor elkerülhetetlen a szenvedés. De vele együtt azt is, hogy amikor a szenvedéssel találkozunk, bizony el van rejtve benne, mélyen a boldogság. Nem biztos, hogy mindenki számára. Nem biztos, hogy mindenki ezt fölfogja és érzékel. Mi, akik most ebben a templomban vagyunk, szavakban elfoglalható érzések töltenek el bennünket. Ezek azok az érzések, érzelmek, amelyek megvilágítják ezt a titkot. Bennünk most a fájdalom, a bűnbánat,
a bűn közepette is csordódik, telítettől minket az öröm. Éppen azért, mert megtaláljuk a szenvedés, a fájdalom, a lemondások, az önmegtagadások mélyén nem a boldogságot, hanem azt, akinek köszönhetjük a boldogságot. Azt, akiért mindezt vállalunk. Azt, aki miatt a bűn is fájdalom és bánat. Mert fáj, hogy nem tudok szabadulni a bűneimtől. Fáj, hogy éppen azt bántom meg vele, aki engem a legjobban szeret. Tehát ez a mai öröm, amely eltölt bennünket itt ebben a templomban, ezen az éjszakai, egész éjszakai virasztáson, rávilágít arra, hogy honnan is fakad a boldogság. Mi is az igazi forrás? Az, akinek köszönhetjük az örömöt is, meg a fájdalmat is, a boldogságot is, és a fájdalmat is. Azt, aki magára veszi a mi fájdalmunkat, hogy fölemeljen bennünket az ő föltámadásába. Testvéreim, csak annak a szívét tölti el ma ezen az eseményen az öröm, aki Krisztushoz tartozik. Akinek a lelkét megérinti, hogy ma Krisztushoz közelebb kerülhetünk. Örömön vagy bánaton keresztül, mindegy. Nincs jelentőség annak, hogy mi minden történik az életemben, mert mindben jelen van az Isten. Ez a lényeg, ez a fontos. Erre világít rá ez a mai zavarvejtő különleges minden, hogy mindenek mélyén ott van az Isten, és aki szereti az Isten, aki keresi őt, az mindenütt megtalálja, örömmel és bánatban. Amikor kiteszik a keresztet, tehát hódolunk előtte, megtrókoljuk azt, megtrókoljuk a rajta lévőt, egyben megtrókoljuk a mi saját életünk keresztjeink, fájdalmaink is. Amikor Máriára tekintünk, és kérjük az ő segítségét, akkor az ő szerető tekintete egyszerre vigasztal és bánatban osztozik velünk. Így teszi teljessé az Isten az életünket. Mária tehát, amikor beszéltem délutáni, elhoztuk Máriát, és ő pedig kezével mutatja, hogy ki a mi örömünknek a forrása, ki az, aki mindenek mélyén ott van jelen, az ő Szent Fia. Mária őt hozta hozzánk, és ezen a mai napon, ezen a szép liturgián, ő, a mi Urunkat, Jézus Krisztus fogadjuk szívünkbe. Amen. Amit jó terüljünkért, minden igaz hitű keresztül.
Ura, mi-e rămas. Ugyi, kis helyüket, kicsi, 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 kicsi
Oh.
Figyelj!